Sziasztok! Én Sziszi vagyok, magyar, mint idegen nyelvtanár, és itt van velem Réka, aki nemrég kitanult egy eszméletlen érdekes szakmát, és gondoltam, hogy meghívom egy kis beszélgetésre, hogy meséljen nekünk arról, hogy mit is csinál egy language coach. Szia, Réka! Hello, szia, Sziszi! Köszönöm szépen a meghívást! Mesélsz nekünk egy kicsit arról, hogy hogy jött neked ez a language coaching, mivel foglalkoztál eddig, és miről szól nagyjából? Én eddig németet és magyar, mint idegen nyelvet tanítottam. 2 éve költöztünk egyébként Franciaországba, és azóta magánvállalkozásként csinálom. Mindig is a tanítás volt az álmom, úgyhogy nagyon örülök, hogy most hivatalosan is ezzel tudok foglalkozni, mint magánvállalkozó, és az elmúlt időben gondolkoztam azon, hogy egy kicsit szeretném bővíteni a tudásomat. Az interneten találkoztam először ezzel a fogalom, hogy Neurolanguage Coaching, de erről majd egy kicsit később fogok beszélni, hogy a coachingozás igazából mindig érdekelt, és az elmúlt pár hónapban találtam egy szuper tanfolyamot, és az akkor kezdtem el megcsinálni ezt a Neurolanguage Coaching tanfolyamot. Úgyhogy most ezzel foglalkozom, nyelveket tanítok, és pár hete fejeztem be a tanfolyamot, és hamarosan el szeretném kezdeni a Neurolanguage Coachingodást is. És egyébként így a nyelvtanítás, meg a language coaching, az végül is akkor kiegészíti egymást, nem? Vagy nem tudom, hogy nyelvtanárként szerinted coachoknak is kéne lennünk, vagy az teljesen kettő külön dolog? Ez egy nagyon jó kérdés, és folyamatosan én is gondolkozom a helyes válasznak a megadásában. Igazából szerintem erre nincsen jó válasz. Mindenképpen két különböző dolog, ugye ez a coaching dolog, ez abszolút egy új keletű fogalom, főleg a nyelvi coaching kodás. Viszont miután elvégeztem ezt a tanfolyamot, abszolút és egyöntetően mondom, hogy én mindenképpen integrálnám a coaching fogalmát, a coachingodás ugye a tanításba. Ugye a tanításnak, ugye szerintem ott főleg ugye arról szól a tanítás, hogy instrukciókat adunk a diákoknak, tanácsot adunk nekik, hol nyitott, hol zárt kérdésekkel vezetjük az órát, viszont egy coach ott sokkal fontosabb, hogy nem instrukciókkal, hanem nyitott kérdésekkel próbáljuk a specifikus cél kitűzése felé terelni a tanulót, ugye a mi esetünkben, mert ugye fontos megemlíteni, hogy egyébként vannak különböző területei a coachingnak, mint például magánéleti, párkapcsolati, munkahelyi, de ugye mi most a nyelvi coachingról beszélünk. És igen, tehát nagyon fontos egyébként, hogy közösen megbeszéljük, hogy mi a tanulónak a motivációja, hogy miért tanulja az adott nyelvet, és közösen állítunk célokat, természetesen a tanulónak a céljait. Nem tudom, hogy hallottál már a smart gólokról, ugye nagyon fontos, ugye ez egy ilyen rövidítés, ugye a smart, mint a smart, ugye specifikus legyen a cél, ez nagyon fontos, ugye az M, ugye, hogy measurable, ugye mérhető legyen a cél, az achievable legyen elérhető, ugye a tanuló számára, ez nagyon fontos, ugye az R, mint ugye legyen releváns, és az utolsó pedig ugye time, hogy legyen egy határideje, és ezek rendkívül fontosak azért, hogy a tanuló minél hatékonyabban és gyorsabban elérje az adott célt, és ezekért a célokért a küzdünk szó az nem annyira megfelelő itt, ezekért a célokért teszünk különböző tevékenységeket, amiket szintén a tanuló határoz meg, ami nekem nagyon-nagyon tetszik, mert sokszor abban a hibába esünk, hogy mi is tanulunk egyfajta módszerrel, de az nem biztos, hogy a tanulónak az megfelelő. Például, hogyha a tanuló szeret cikkeket olvasni, akkor hozzak neki érdekes cikkeket, vagy a tanuló hozzon cikkeket, az még jobb, mert sokkal személyesebb lesz a cikk. Vagy például, hogyha ő szeret mindmap-el dolgozni, mert mondjuk vizuális típus, akkor használják többször mindmap-et. És ez nekem nagyon-nagyon, ez a szemléletmód nagyon tetszik, illetve
hogy figyelembe vesszük a tanulói stílust is mindenképpen. Nagyon érdekes, és hát én nagyon várom, hogy majd részt vegyek egy ilyen konzultáción nálad, mert bármikor. Nagyon érdekel, hogy hogy néz ki egy ilyen, nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen konkrét kérdések vannak, és biztos vagyok benne, hogy azt gondolnám, hogy jó, hát kérdés, én megválaszolok, de tuti, hogy ülnék, hogy fú, hát erre mit válaszolják, hogy biztos nagyon beindítja a fejedben a dolgokat, és nagyon elgondolkoztató. És most kicsit megrekedtem a nyelvtanulásban jelenleg, és már nagyon régóta gondolkozom rajta, hogy egy ilyen session, egy ilyen konzultáció biztos, hogy tudna segíteni egy ilyen mindset váltásban. Abszolút. Igen. Talán ez a legjobb szó, amit használsz, hogy ez egy mindset váltás, egy kicsit így átgondoljuk a nyelvtanulást, ugyanis itt ugye az egész nyelvtanulási folyamat ugye a coachinak a kezében van. Ugye ami azt jelenti, hogy én a háttérből segítem őt, de végig ugye ő hozza, vagy ő próbálja meghatározni a feladatokat, a célokat. Nagyon fontos ugye, hogy elköteleződjön az egész folyamat iránt. Úgyhogy nyilván az én célom az is, hogy az elején egy olyan motivációt találjunk, ami személyes. Például sosem motiváció, hogy szeretné, vagy ez sosem motiváció például, hogy fel szeretné készülni a nyelvvizsgára, mert az nem egy személyes, belső motiváció, hanem sokkal inkább az, hogy mondjuk el tudom képzelni, hogy mondjuk 2 év múlva elmegyek Kubába, és ott a helyi emberekkel mondjuk az ő saját anyanyelvükön beszéljek, mert sokkal jobban érezni fogom azt, hogy nekem igenis fontos, hogy megtanuljam a spanyol nyelvet, mint az, hogy most megcsinálom a nyelvvizsgát, és utána pedig lehet, hogy elfelejtem. Főleg, ha valamilyen, általában valamilyen külső nyomásra kell nyelvvizsganom, hiszem, biztos, hogy vannak emberek, akik hobbiból, meg szórakozásból csinálnak nyelvvizsgát, de azért a nagy átlagnak valószínűleg ez egy külső nyomás. Igen. Úgyhogy ez nagyon jó tényleg. Amiket mondtál, hogy találjatok közösen egy olyan motivációt, ami tényleg segít, és hosszú távú gondolom, ezeket egyébként újra is kell gondolni néha, tehát ez nem olyan, hogy most örökre csak egy motivációd lesz, hanem ezek változnak, nem? Igen, ezek változhatnak. És azért jó, mert hogyha ugye ez a nyelvtanulási folyamat szerintem soha nem olyan, amikor az embernek a motivációja itt van, hanem ugye ez tele van ilyen ups and downs, hol fent, hol lent van az ember, és amikor ugye kicsit demotiváltnak érezzük magunkat, akkor a coach előveszi ezt a víziót, és akkor emlékeztet minket arra, hogy miért kezdtük el a nyelvet tanulni, mi is a célunk, és akkor hát, ha kapunk egy újabb lendületet ebben a folyamatban. Igen. Még az jutott eszembe most hirtelen, így különbségnek a nyelvtanár és a coach között, hogy ha nyelvtanár vagy, akkor egy vagy max. 2 konkrét nyelven mennek hozzád valószínűleg emberek. Ha coach vagy, akkor igazából bármilyen nyelvet, ha tanulok, mehetek hozzád, nem? Ugye fontos a nyelvnek az ismerete. Például a coaching session, ugye a konzultáció nem jöhet létre, hogyha nincsen olyan nyelv, amit közösen beszélünk. Jó, igen. Mert alapvetően, ha mondjuk én most egy japán tanár vagyok, akkor nyilván taníthatok úgy valakit japánra. Lehet, hogy a japán nem jó példa, mert azért az nagyon egy specifikus nyelv, de mondjuk tegyük fel az angolt. Tehát nem biztos, hogy én mondjuk tanítom egy spanyol ajkúnak az angolt, nincsen közös nyelvünk, akkor azért valahogy kézzel-lábbal, de a kezdő szintről mindenféle közvetítő nyelv nélkül valahogy megpróbálhatjuk. De a coaching conversation, amikor elkezdünk beszélgetni ugye a nyelvről, ahhoz az megkövetel egy legalább egy A2-B1 szintű közös nyelvet. Illetve, ami fontos még, és más, mint a tanítás, hogy én például az egyetemen azt tanultam, hogy ne legyen közvetítő nyelv, hanem csak is a magyart használja a magyar tanítás során, vagy a németet német tanítás során, és nagyon fontos azt tudni, hogy az agyunk az folyamatosan ugye változik,
szeret könnyen, minél a könnyebb utat megtalálni, illetve hogy folyamatosan kapcsolatokat keres. Ezért, hogyha a coach segíti az anyanyelv és a célnyelv közötti kapcsolatokat, akkor az nagy mértékben elősegíti, illetve felgyorsítja a tanulási folyamatot. Tehát nem kell kizárni, ami nem azt jelenti, hogy én a közös nyelvünkön beszélek, hanem igenis fel kell hívni a figyelmet ugye a hamis barátokra, ugye akkor a hasonlóságokra, a nyelvi hasonlóságokra, akkor az igeidőre, hogy igen, a magyarban ilyen igeidő van, az angolban teljesen más ugye az igeidőknek a száma, a ragozásra, ezekre mind fontos, hogyha hasonlóságot és különbséget keresünk az anyanyelvünkben, illetve a célnyelvben. Érdekes. Akkor most lett még egy kérdésem, mert lehet, hogy teljesen más kép él a fejemben arról, hogy hogy néz ki egy ilyen megbeszélés, de akkor konkrétan nyelvtanulás is történik egy ilyen konzultáción? Igen, nyelvtanulás is történik. Ez úgy történik, hogy van egy 40-50 perces bevezető konzultáció, amikor megbeszéljük beszélünk a motivációról, elmondom, hogy mi az a Neurolanguage coaching, célokat határozunk meg, tevékenységeket megbeszéljük, hogy hány órán keresztül fogunk mi együtt dolgozni, azokért a célokért, és utána, hogyha a coachi eldönt, hogy akkor velem szeretne dolgozni, akkor utána 6, 8, 10 vagy akárhány alkalommal mi azokért a célokért fogunk dolgozni közösen. Mm-hmm. Tehát nyelvtanulás abszolút igen történik a megfelelő technikákkal. Most már egyre kíváncsibb vagyok, és nagyon várom ezt az alkalmat, amikor élőben megtapasztalhatom, hogy milyen, mert hát őszintén szólva nagyon lusta voltam, és nem néztem még annyira utána, mint amennyire akartam, csak mindig ott van a fejemben, hogy foglalkoztat a téma, meg nézek néha a videókat, biztos ismered Luca Lampariello-t. Persze, hogyne, szuper, szuper, imádom, igen. Úgyhogy neki nagyon szeretem a videóit, és tényleg nem tudom jól megfogalmazni, de az a lényeg, hogy nagyon más az, amikor olyan hát így tippekről nézel videót, hogy nem tudom, hogy tanulok szavakat, vagy hogy tanulok nyelvtant, milyen könyvet használok. Azt érzem, hogy ez így a kicsi halmaz, és hogy ő a nagy halmazról beszél, inkább az a, ahogy gondolkozni kell a tanulásról, erről a mindsetváltásról. Mi ez magyarul? Most már megőrülök, hogy nem tudom a mondani mindset, magyarul. A gondolkodásmód. Köszönöm. Gondolkodásmód. Igen, vannak nekem is egy-egy fogalom, amit inkább angolul használok, mert úgy valahogy úgy szerintem az emberek is jobban értik. Vagy nem hát tudom, meg, le vagy én. Meg valószínűleg megint csak lusta vagyok, mert a mindset az két szótag, a gondolkozásmód az meg öt. Ja, hogy igen, ez vagyunk egyébként. Hosszabb mondani. Próbál rövidíteni és egyszerűsíteni, igen. Uh-huh. Vannak bizonyos alapkészségek, ami nagyon fontos ugye a coachnál, ami nyilván tanárok részéről támadható, mert a tanárnak is rendelkeznie kell vele, csak ugye a coaching folyamatban egy-egy készség az elég fontos. Mint például a aktív hallgatás, aktív figyelem. Nagyon fontos, hogy ugye aktívan tudjunk figyelni. Én például nagyon sokszor elkövettem azt a hibát, hogy befejeztem a tanulóimnak a mondatát. Ugye elkezdték, és akkor ugye utána láttam, de ugye már nem megszokták, hanem ugye segítségkérően ugye rám néztek, hogy akkor segítsek, és akkor mondtam a szót, és ilyenkor várni kell, újra formulálják a mondatot, hogy mondjuk ezt szépen. Igen, tehát újra kezdik a mondatot, megpróbálnak szinonimát, antonimát beletenni, tehát nem kell, inkább várni kell, és hagyni nekik időt, hogy ők maguk próbálják megbefejezni a mondatot. Tehát nagyon fontos, hogy aktívan figyeljünk. Akkor a másik, ami nagyon fontos, a signposting. Tehát, hogy folyamatosan mondjuk a tanulóknak, hogy mi fog történni, mit fogunk csinálni, ezt melyik cél érdekében tesszük ezt a feladatot,
mert végig az a lényeg, hogy az agyunk egy nyugalmi állapotban legyen. Ahogy belekerül az agyunk egy ilyen flight or fight módba, onnantól kezdve kikapcsol az agyunk, dekoncentrált lesz, nem is demotivált, hanem dekoncentrált, és nem fog tudni figyelni, és onnantól kezdve a tanulási folyamat hatékony, nem lesz hatékony. Úgyhogy ez nagyon fontos, hogy akkor, hogy mindig mondjuk, hogy mi fog történni, mit fogunk, miért fogunk csinálni. Kitértek például arra a tanfolyamon, hogy nyugodtan kérdezzük meg a diákot, hogy hogyan szeretné, hogy javítsuk őt. Rögtön a hiba után, vagy miután befejeztük mondjuk a beszélgetést, utána a jegyzeteim alapján egy-két hibát elmondok, és nyilván ez nem azt jelenti, hogy minden apróságra felhívom a figyelmet, csak visszatérő hibákra, ami nekem szintén nagyon tetszett ez a megközelítésmód. Akkor folyamatosan a folyamatos feedback, hogy adjak pozitív feedbacket folyamatosan, dicsérjünk, igen, az empátia, spontaneitás, rugalmasság, ugye az összes tanulón különböző, és ezért nagyon fontos, hogy minden egyes órára nekem egy másfajta emberhez kell ugye igazodnom, alkalmazkodnom, tudnom kell, hogy ő hogyan működik, az agya hogy működik, milyen nyelvi előképzettsége van, tehát annyi faktorból áll, hogy szerintem az, hogy valaki megcsinál egy coaching tanfolyamot, az még nem biztos, hogy azt jelenti, hogy akkor ő másnap már egy tehát tanulni kell, tapasztalni kell, mert itt is rengeteget számít a rutin és az évek. Szerintem. Hát persze, az biztos. Szerintem ez az egyik legfontosabb dolog, amit mondtam, ami most eszembe jutott, hogy szerintem olyan sokszor nem is kérdezzük meg konkrétan a diákot dolgokról, és talán ez valahogy így benne van a tanárban is, hogy neki kell mondani, meg a diákban is, hogy neki kell hallgatni, és ez nem is egy ilyen... Nincs is rossz érzése miatt egyik félben, sem a másik felé, sokszor, biztos néha van, de hogy valahogy azt érzem, hogy ez kialakult, és közben most eszembe jutott, hogy én is így javítok egyébként, hogy én akkor közben szólok, hogyha mondjuk harmadszorra visszatér egy hiba, akkor ott megállítom, és azt kijavítom, de egyébként, hogyha valami egyszer volt, azt felírom, és akkor utána kicsit később nem is elmondom, hanem írok egy mondatot, és vagy ki kell javítania, vagy ki kell egészítenie valamivel, tehát ők javítják magukat végül is. És emlékszem, hogy volt tanítványom, aki kifejezetten kérte, hogy mindent javítsak ki, és természetesen megcsináltam szívesen, nem jutott eszembe, hogy de hát ez nem az én módszerem, úgyhogy nem foglak kijavítani, mert ha neki kell, akkor hogy ne kijavítalak. Viszont most, hogy így mondtad ezt, arra gondoltam, hogy mennyire rossz, hogy egyébként ezt így nem kérdeztem meg konkrétan, így direktbe senkitől, hogy hogy szeretnéd, hogy javítsalak. Igen. És nem is tudom, hogy kíváncsi vagyok, hogy tanulóként egyébként mit gondolnak az emberek, mert én azt érzem, hogy lehet, hogy csak én vagyok tényleg, nem akarok mindenki nevében beszélni, de azt érzem, hogy tanulóként elvárjuk azt, hogy a tanárnak legyen egy olyan módszere, ami nekünk jó, és ennyi. Igen. Igen. Nagyon sok példát hallottunk egyébként a tanfolyamon, rengeteg személyes példát mondott nekünk a tanár, aki egyébként a Neurolanguage coachingnak ugye a kitalálója, ennek az egész ötletnek az ötlegazda, és szuper egyébként, nagyon-nagyon csak pozitív dolgokat tudok mondani a tanfolyamról, és ő mondta, hogy nagyon sokszor meglepődnek a kérdésen, amikor például visszakérdez, hogy és akkor most mehetünk-e tovább, milyen tevékenységekkel szeretnél tanulni, hogyan szeretnéd, hogy javítsalak, és meglepődnek, visszakérdeznek, hogy tényleg jól értették, biztos, hogy ez volt a kérdés, és ez is egyébként nagyon érdekes, hogy ennyire berögzültek ezek a tradicionális módszerek, elképzelése a tanár-diák viszonyról, hogy szinte már a diák sem tudja elképzelni, hogy igenis van más út. Tehát ebben a tanulási folyamat, ebben a coaching esetén is ugye a tanuló kezében van a 70-80% a tanulási folyamatnak, én pedig a háttérből próbálom őt
irányítani különböző és különböző technikákkal, kérdésekkel. Igen. Tényleg érdekes. Biztos, hogy sokan meglepődnének, ha megkérdeznénk, hogy hogyan szeretnék, hogy javítsuk őket. Ez az egyik, a másik meg, hogy nekem az a tapasztalatom, hogy amikor meg is kérdeztem valamit konkrétan, hogy mit szeretnél, hogy szeretnéd, milyen téma legyen, miről beszélgessünk, akkor legtöbbször az a válasz, hogy én válasszak valamit, hogy én döntsem el. Ezért mondjuk, nem tudom, szerintem például abban most fejlődtem, vagy úgy érzem, hogy az jobb módszer, hogy arra tényleg nehéz válaszolni, hogy mi legyen a téma. De most már elkezdtem kiküldeni 15-16 témát, és az, hogy válasz 5-öt, az azért sokkal könnyebb, mint az, hogy jó, mondj valamit magadtól, a semmiből. Ez nagyon jó. Aha. Igen, erre nagyon-nagyon próbálok én is figyelni, mert észrevettem, hogy amint személyes a téma, ha kisgyereke van, akkor kisgyerekes témák, ha sportolni szeret, sportos témák, ha az étkezésére különös nagy hangsúlyt fektet, akkor étkezés. Tehát ezek mind-mind olyan témák, amikről, hogyha beszélünk, akkor az arcán látszódik, hogy sokkal jobban ott van, aktívabb az órán, mint ha én most behozok egy olyan témát, amiről esetleg azt gondolom, hogy aktuális, érdekelheti, de nem biztos, hogy rajong érte. Fú, annyira más, hogy ki mi érdekel, Jézusom, van akivel egy témáról, egy kérdés alapján tudok egy órát beszélgetni, és van akivel ahhoz a témához 25 kell, mert egyébként nem tudunk egyről a kettőre jutni. Úgyhogy tényleg nagyon mások vagyunk, az biztos, és tök jó, hogy ezt a, hát így ez a coaching szemlélet szem előtt tartja, hogy ezek a különbségek igenis fontosak, és nem hiszem, hogy egy tanárnak a módszeréhez kell igazodni. Nyilván azért egy alap személyisége mindenkinek van, jó, ha van kémia, megérzed, hogy szívesen kitárulkozol a másik jelenlétében, de azért a tanulási módszereket szerintem lehet alakítani abszolút, és egyébként én nem szeretem, amikor ítélkeznek tanárok így egymás felett, hogy szerintem ezt nem így kell tanítani, vagy ez nem jó módszer. Nyilván nem arra gondolok, amikor mondjuk valaki olyat tanít, ami nem úgy van, persze az nem jó, olyat ne tanítsunk, ami nem létezik, vagy ami mondjuk nem hangzik természetesen, és te sem mondanád, nem ezekről van szó, de mondjuk, ha egyszerűen egy más megközelítéssel tanít valamit, vagy más sorrendben, de ha neki az, tehát ha ő azt tudja hitelesen képviselni, akkor szerintem az is lehet jó, és érdekes lehet egyáltalán betekintést nyerni abba, hogy mások ezt hogy csinálják, lehet, hogy mások is tudnak belőle, más tanárok is tudnak belőle inspirálódni, hogy ó, ezt így is lehet, vagy erről eszembe jutott még egy másik ötlet, és csak ezt nagyon nem szeretem, hogy amikor azzal jön egy tanár, vagy egy nyelviskola, vagy bármilyen módszernek a kitalálója, hogy ez a tuti mindenkinek, igen. És lehet egy nagyon jó módszer, de azt mondani, hogy minden más szar, az nehezen, ezt nem tudom befogadni. Igen, abszolút egyetértek, illetve hát rengeteg féle, amit mondtál, különböző diákok, különböző tanárok vannak, lehet, hogy van egy lazább, nagyon vagány, felfogású diák, aki lehet, hogy mondjuk egy idős tanuló, lehet, hogy egy kicsit szigorúbb tanárt szeretne, tehát, hogy ez pont ezért vannak az első bemutatkozó órák, ahol igazából kiderül, hogy igenis fogtok tudni együtt dolgozni, vagy nem működik, és ezt igazából mind a két félnek el kell fogadnia, hogy nem biztos, hogy ők együtt tudnak dolgozni, de abszolút egyetértek, igen. Talán ez a legjobb, ez egy nagyon fontos szó a tanításban, hogy hiteles legyél a diákod előtt. Őszinte hiteles, és hogy igenis, hogyha valahol hibázol, vagy valamit nem tudsz, az nem ciki, nézzünk utána. Én is szoktam kapni a magyar nyelvben is, a saját anyanyelvemben olyan kérdést, ami nagyon-nagyon jó kérdés, tényleg csillagosodás a kérdés, de azt mondom, hogy ne haragudj, gondolkoznom kell, vagy utána nézek, és ez nem baj. Mint hogy mondjunk valami butaságot, és aztán később javítsunk, vagy ne is javítsuk. Úgyhogy igen, legyünk hitelesek. Persze, mindig lehet olyan kérdés, ami először volt, és hogyha először van egy kérdés, akkor nem biztos, hogy azonnal válaszolni. Az is tök normális. Amit még akartam kérdezni, hogy említetted ezt a
Hogy kell ki? Neurolanguage coaching. Igen. Igen. Azt, hogy akkor a coachingnak is, a language coachingnak is vannak különböző ágazatai, és hogy ez mi pontosan, amilyen tanfolyamot te végeztél el, miről szól? Először ugye beszéltünk ugye a coaching fogalomról, utána ugye, hogy van a különböző területei vannak, és ugye a mi esetünkben ugye van a nyelvi coaching, és akkor én pedig a Neurolanguage coaching tanfolyamot végeztem el, ugye, aminek két összetevője van, az egyik ugye a language coaching, maga a coaching rész, ugye, amiről már beszélgettünk, a másik pedig ugye a neuroscience, tehát hogy a neuroscience-el hozzuk kapcsolatba a Neurolanguage coachingot. Annyi a lényege, hogy a Neurolanguage coaching az egy új módszer, ha jól tudom, akkor pár ezer Neurolanguage coach van jelenleg a világon, még nagyon gyerekcipőben jár, de egyre többen érdeklődnek utána, nagyon sok konferenciát tartanak, és ez egy olyan megközelítési módja a tanításnak, nyelvtanításnak, nyelvtanulásnak, ami arra épül, hogy a tanuló agya végig egy ilyen nyugalmi állapotban legyen, és hogy a coach az végig egy brain-friendly módon kommunikál a coachival, ami azt jelenti, hogy arra törekszünk, hogy stresszmentes és nyugodt tanulási környezetet teremtsünk ugye a tanulónak. A megadott célokért dolgozzunk közösen, ugye amiről beszéltünk, nem adok neki instrukciókat, tanácsokat, hanem megpróbálom ugye nyitott kérdésekkel, aktív hallgatással terelni ugye a célok felé. Az elején ugye meghatározzuk a motivációját, ami végigkíséri igazából a folyamatot, és próbálom ugye motiváltan tartani ugye a tanulót. Folyamatosan pozitív feedbacket adok a tanulómnak, ezáltal szintén arra figyelve, hogy az agya végig nyugodt legyen, ne kerüljön ebbe a flight or fight módba. Illetve a sign posting, ami nagyon fontos a Neurolanguage coachingban, ugye ez nem más, mint az, hogy folyamatosan mondom a diákomnak, hogy mit fogunk csinálni, mit mikor csinálunk, és ezáltal is úgy érzi, hogy egy megfelelő mederben van a tanulási folyamata, nem kerülhet vakvágányra, és a céljaiért dolgozunk közösen. Nagyon ideális világnak hangzik ez az egész. A feedbackről azt akartam kérdezni, hogy mi a tapasztalatod? Mindig könnyű pozitív visszajelzést adni neked? Mert én azt tapasztaltam többször is, hogy ha tényleg úgy dicsértem, hogy szerintem az megérdemelte a dicséretet, akkor is volt olyan diákom, aki attól konkrétan ideges lett, hogy nem is voltam ügyes. Szóval, hogy nem, hogy a visszajelzéstől nem került nyugalmi állapotba az agyuk szerintem. Például ez is egy tök érdekes dolog, amit mondasz, hogy annak ellenére, hogy pozitív feedbackkel, és mondjuk lehet, hogy ez a tanuló, aki nem nyugodott meg a pozitív feedbacktől, akkor valahogy máshogy kell fogalmazni, vagy máskor. Én például mindig megszoktam, nem mindig, de van egy tanulom, akinek mindig elmondom, hogy ezt azért nagyon jó, mert a múlt órán vagy eddig így csinálta, és most automatikusan kapcsolt, automatikusan jól ragozta, automatikusan oda tette a tárgyragot, mert eddig mindig lefelejtette, és most pedig a beszélgetés során végig használta, és hogy ez nagyon jó, és hogy az ő nyelvében, ugye neki az angol az anyanyelve, nincs ragozás, és most végig jól ragozott, és hogy ez nagyon-nagyon nehéz. Mindig próbálom elmondani, nem csak, hogy hú, de jó, hanem hogy miért jó. És tudom, hogy nekem is nagyon jól esik, és kapok a francia tanáromtól egy pozitív feedbacket, akkor így madarakat lehetne velem röptetni, hogy jaj, de jó, végre sikerült, végre használtam azt a bizonyos nyelvtant, amit eddig nem szerettem. Úgyhogy nem adok én sem mindig, de próbálok rá tudatosan figyelni. Igen, ez nagyon jó szerintem, amit mondtál, hogy tényleg valami nagyon konkrétat kell kiemelni, nem csak dobálózni azzal, hogy ügyes vagy, hanem
hogy tényleg legyen ereje, meg legyen valami konkrét ok mögötte, hogy miért, úgyhogy ez segíthet, hogy tényleg elhiggyék. Jobban elhiggyék, hogy ez jár. Igen, próbálom. Vagy például néha szoktam küldeni egy, nem tudom, bármilyen emotikont a csetablakban, amikor valami jó, és jól csinálta, illetve az óra közben próbálok magamnak jegyzetelni, és akkor mindig van egy ilyen correction session, nem tudom, egy correction 5 perc, és akkor olyankor megnézzük a visszatérő hibákat, esetleg lexikális hiányosság, ami vagy bármi ilyesmi, ami mondjuk az órán többször fölírom magamnak, és akkor nem rögtön beszéljük meg, és akkor megszakítva az órát, hanem mondjuk van egy időszak, amikor na, akkor most a javítás következik, és akkor megbeszéljük ezeket. Ez tök jó. Még egy kérdés fogalmazódott meg bennem, amire nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit mondaná, hogy kiknek ajánlasz egy ilyen konzultációt, szerinted kinek van szüksége language coachra? Hát, ha magamra ismerek. Igazából bárki, aki nyitott egy új módszerre, egy új megközelítési módra, igazából én is nagyon-nagyon kíváncsi lennék. Én a tanfolyam alatt egyébként sokszor voltam kócsi, és nagyon tetszett. Tehát igazából bárki, akár kezdő, középhaladó, haladó, úgy érzi esetleg, hogy nem motivált, nem hatékony, nem halad olyan tempóban, amilyenben szeretne, akkor ki lehet próbálni, mert alapvető célja és komponense ugye a Neurolanguage coachingnak az, hogy nagyon hatékony, gyorsan lehet elérni a célokat. Igen, tehát aki úgy érzi, hogy kevésbé hatékony a tanulási folyamata, szóval én is próbálom alkalmazni magamon. Szóval akkor például nagyon jól jöhet, hogyha valaki így elakadt. Igen. Mert én azt érzem, hogy sokáig jól ment a nyelvtanulás. Szerintem egész életemben egyébként ideig. De mondjuk egyetemen nyilván nyelvszakos voltam, szóval ott nem volt más dolgom. Utána is, szabadidőmben is rengeteget foglalkoztam nyelvekkel, és élveztem is, és mostanában eljött egy olyan rész, ahol nem úgy gondolok a nyelvtanulásra, hogy ez feltölt, és várom, és izgalommal gondolok rá, hanem egy ilyen csomó a gyomromban, és rongás egyszerűen, és nem tudom, hogy mitől fordult át ebbe, de most Lukának hallgattam nemrég az egyik videóját, és azt gondolom, hogy egyszerűen csak nem váltottam módszert, nem váltottam tananyagot, nem váltottam stratégiát, és ugyanazt csinálom régóta, viszont csak annyi, hogy már nem élvezem, és hogy nyugodtan lehet váltani bármit, hogyha már nem élvezed. Nem kell olyan tanárhoz járni, akivel nem szívesen tanulsz, nem kell olyan könyvet végigcsinálni, amit elkezdesz unni. Ha elkezded unni a közepén, akkor ennyi volt. Az a lényeg, hogy élvezd meg, segítsen, meg legyen kedved tanulni belőle, mert akkor fogsz tanulni, ha érdekel. Abszolút. Vagy nem tudom, tényleg oda jutottam, hogy szerintem csak egyszerűen nem jó semmi, nem akarok ilyen nagyon drámai lenni, hogy nem jó semmi, amit csinálok, de csak az a lényeg, hogy valami változtatni kell, azt érzem, de nem tudom, hogy min. Aha. Biztos, hogy jó, amit csinálsz, csak ugye a tanárok hajlamosak, kritikusak is lenni magukkal szemben, maximalisták is vagyunk, szakmai ártalom is valahol, hogy a nyelvet tanítunk, és akkor ugye nyilván magunktól azt várjuk, hogy ha már a nyelvtanítás professzionális szakemberei vagyunk, akkor azt gondoljuk, hogy saját magunk is könnyen tanulunk, hatékonyan, gyorsan tanulunk nyelvet, de elképzelhet, hogy nyilván a tanítás az valamennyire leszívja az agyunkat, és lehet, hogy kevésbé vagyunk már hatékonyak, motiváltak, amikor nekünk kell nyelvet tanulni. Úgyhogy én ezt tudom még elképzelni, mint lehetséges blokk, egy ilyen gát a nyelvtanulásban.
De két fontos tényezőre hívtad fel a figyelmet, ugye az, hogy élvezettel tanuljuk a nyelvtanulást, és igen, olyan forrásokkal, amiket szeretünk. Mondjuk ez a kettő valamennyire összekapcsolódik, de hogy ez nagyon-nagyon fontos. Ha nem szeretjük, akkor inkább rakjuk félre, és vegyünk elő egy új dolgot. Igen, ezért olvasom én is most a Harry Potter franciául, mert azt szerintem bármilyen nyelven imádnám. Úgyhogy most nálam ez a olvasási készségeknek a fejlesztésére való eszköz, forrás. Igen, és például szerintem az is fontos, most így a Harry Potter kapcsán jutott eszembe, hogy hát ha valakinek az az első gondolata, hogy hát én nem tudok annyira magyarul, hogy a Harry Pottert olvassam, hogy meg kell találni azt is, ami a szintednek megfelelő, igen, mert az is iszonyat demotiváló, hogyha csak olyan dolgokat akarsz csinálni, ami sokkal-sokkal-sokkal nehezebb, vagy sokkal könnyebb, az se jó hosszú távon. És például, hát minden nyelven, amint tanulok, megvettem a Harry Pottert, de hát soha, lehet, hogy valaha el fogom olvasni, de hát a 10. sornál messzebb egyikben se jutottam. Viszont, ami passzol a szintemhez, az az, hogy a szereplőknek, helyeknek, tárgyaknak a neveit megkeresem neten más nyelven, és azt iszonyatosan élvezem, hogy tudom, hogy lengyelül a halálfaló, az a smércsozserci. És ez egy és nagyon ezt nem tudok esetleg. De nem, de érdekes, nagyon-nagyon tetszik nekem is, hogy például arra jövök rá én is, hogy olvasom a Harry Potter most franciául, hogy a magyar fordítás mennyire eszméletlenül jó. Mert ők sok mindent szó szerint lefordít, vagy csak egy ilyen egyszerű szót, például a 100 fülé főzet, az fú, pont ma tanultam franciául, és nem fog eszembe jutni, de valami polinektár. Ami érdekes, de az, hogy polinektár, tehát hogy poli ugye több, nektár, de a 100 fülé főzet, annyira gyönyörű szó, én nem is tudom, hogy lehetett ezt kitalálni, úgyhogy ez egy tök jó hobbi egyébként, hogy amilyen nyelveket tanulsz, azokon a nyelveken lefordítani ezeket a Harry Potter szavakat. Tök érdekes. Nagyon. Sokat emlegetted ezt a szót, hogy kocsi, erről tudnál beszélni, erről a terminológiáról, hogy ez így pontosan mit jelent, ki kicsoda? Igen. Igen, ugye a coach, ugye maga, hát mondhatnám, hogy tanár, de nem a tanár, de ugye én, mint aki majd irányítja az órát, a coachi, pedig ha hívhatjuk őt a nyelvtanulónak, ügyfélnek, kliensnek, tehát az az ember, aki eljön a konzultációra, és együtt dolgozunk a céljaiért, ő a coachi. Egyébként nagyon jó a kérdés, mert a coach szónak az etimológiája tök érdekes. Alapvetően egyébként ez egy angol kifejezés, ami a 80-as években a sport területéről ugye a üzleti életbe átkerült. Tehát ugye a coaching az nem más, mint a coach, vagyis az edző, illetve a coachi, a játékosoknak az együttműködése. És akkor nekünk, mint magyar ajkúaknak pedig nagyon érdekes, mert a magyar kocsi szóra vezethető vissza az etimológia. A kocsi ugye azt tudjuk, hogy egy négykerekű, lófogatú személyszállító jármű. Komáromban van egy kocs nevű község, és a 16. században itt gyártották ezeket a járműveket, és el is terjedt egész Európában. Így találjuk meg ezt a szót számos európai országban, mint például a kutse németül, ugye akkor a kócse a spanyol nyelvben, és ugye akkor felmerül a kérdés, hogy mi a közös a kocsi meg a kócs között. Ugye hát a kocsi ugye elviszi a utast ugye A pontból B pontba, és akkor ugye a coachnak pedig ugye az a feladata, most nézzük a nyelvi coachot, hogy ugye nyilván nem A pontból B pontba viszi, hanem akkor egy nyelvi szintről egy magasabb nyelvi szintre, és ezt az A pontot nevezhetjük akár A1-A2 szintnek, a B pontot meg akár B2-C1 szintnek. Tehát, hogy ugye segíti a coach a coachit, vagyis a coach mondjuk az ügyfelet, a nyelvtanulót, hogy elérje a célját. A szózent a célt, ugye, mert ugye a kocsival is a célunkat érjük el, van egy cél, és hogy egy rögös úton, hol hosszabb, hol rövidebb az út,
hol ugye próbálunk gyorsítani, de hát nyilván mindig vannak hegyek, dombok, amiken így át kell kelni. Úgyhogy nekem nagyon tetszik ez a etimológia. Ez olyan szép, olyan szép. Nagyon szeretem ezt, hogy kocsik vagyunk. Igen, kocsik minden, vagyunk. Minden tanár igen. És coach mostantól gondolja magára úgy, hogy ő egy kocsi. Ő egy kocsi, és próbáljuk felhúzni a diákot a dombon, és hogyha egy folyó állja az utunkat, akkor pedig hidat építeni, hogy egy kicsit úgy könnyebb legyen átkerülni a másik oldalra, és aztán folytassuk az utat. Akár így is. Olyan szép szakmánk van szerintem. Nagyon. Én imádom, imádom tényleg. Nagyon szeretem. Nem, nem lehet megunni, mert igazából tényleg nem ugyanazt csináljuk nap, mint nap, hanem minden tanulónak a minden órája más, és más, és más. És folyamatosan én is annyi mindent tanulok különböző témákban, hogyha a tanulómnak mondjuk a Harry Potter a kedvenc, akkor nyilván abban otthon vagyok, de hogyha esetleg egy más témában van otthon, és szívesen beszél róla, akkor pedig abba próbálok egy kicsit úgy elmélyülni. Hát köszönöm szépen, hogy itt voltál velem, és elfogadtad a meghívásomat. Szerintem nagyon király kis beszélgetés lett. Én minden esetben nagyon élveztem. Remélem, hogy a nézők és a hallgatók is. És akkor köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket. Szia! Szia, Sziszi! Hello, szia!